Na, el voltunk egy kis kentrécskén, és szépen ballagunk haza a Tóbiás felől. Nagyon jó el volt a kicsi. Van egy kis kemény szája, meg úgy nézelő, de igazából semmi. Semmi, olyat nem mondhatnék, hogy most rossz indulatú, Isten őriz, dehogy is. Nagyon jó fej. Van egy kis kemény szája, neki néha, de hát ennyi. Hát nem tudom, hogy fontos-e köszönnünk, de mindegy. Hát akkor meg még kell erőltetni ezt. Én nem erőltetem. Na, sziasztok. De jó duma volt. Milyen lovon ülök? Milyen lovon ülök? Nem értettem. Melyiken? Citrom, drágám, ide került, itt vagy te is. Megyek utánatok, mit mentek? Na jó, sétálgatunk hazafelé. El van a kis ciruka, azt sem mondom, hogy megizzadt vagy nem izzadt. Hát azért megyegettünk. Most szépen, ha nem is a Horthy sét, hanem egy másik úton. Séta, kényelmesen, meg lesz a 15-20 perc biztos. Ennyi. Ja, itt a Márti hív. Tehát nem tudom felvenni. Jaj, Mártikám, ne haragudj. Na, bóklászunk. Menj, édesapukám, ilyen száron ballag, úgyhogy stresszesen nem vagyunk. Minden megnéz, de friss különben érzem rajta. Van egy kis mozdulat. Jó reggelt! Van egy kis mozdulat, és már hogy prüszkőne kettőt, többet nem. Jó van, drágám. Jó van. Segge neki. Jó van, szépen elballagom. Jó van, papikám. Jó. Hopp. Jó, papi. Már meg. Nézz oda. Csak megsimogattalak. Hova akarsz venni? Jó, szerintem lerakom. Még egy jó 10 perc haza. El vagyunk. La. Még ha süt a napocskánk, akkor még jobb idő lenne. Illetve még jobb kedvünk lenne, így mondom. Na. Jó van, édesapa. Jó van. Jó van, szia. Hát tényleg lerakom.